Tavaly ősszel kezdtek hozzá több mint 100 éves megyeházat tetőszerkezetének felújításához. A munkára uniós forrás nyert az önkormányzat. Ennek az összege is szerepel az idei költségvetés sorai között. Az önkormányzat 2023-as bevételi főösszege 4,1 milliárd forint. Ebből főleg a pályázatok áthúzódó forrásai miatt a maradvány 2,6 milliárd forint. Az általános tartalék 122 millió forint, míg a működési támogatás 322,6 millió forint. Veres János, a testület szocialista képviselője azt mondta, azért nem volt vita a számokról, mert kevés a pénzügyi mozgástere az önkormányzatnak. Utána a megyei önkormányzatnak a különböző jogosítványai meglehetősen korlátozottak mondjuk egy 10 évvel ezelőtt állapothoz képest, ezért ha azt nézem, hogy a mostani működésünkhöz szükséges, hát nagyon jelképes, mindössze 300 milliós nagyságrendű az a központi költségvetési támogatás, amit a megyei önkormányzat kap, azt kell mondjam, hogy ezen nincs sok mindent vitatkozni. Ebből következően nem is nagyon alakult ki ebben vita. Nyilván a önkormányzat költségvetési maga az ettől sokkal nagyobb végösszegű, mert nem csak az állami költségvetési támogatással rendelkezhetünk, hanem különböző általunk eldöntött témákban beadott nyertes pályázatok megnyert összegei is részét képezik az éves költségvetésnek. Hát itt pedig azért nem érdemes vitatkozni, mert ezekről mindig külön-külön hozunk döntéseket. Egyrészt, amikor beadjuk a pályázatot, másrészt, hogy a pályázat előrehaladásakor értékeljük a előrehaladás magát. Ezt nem a költségvetés részeként szoktuk megvitatni. Gyakorlatilag nincs nagyon mozgástér ennek a költségvetésnek a mikéntjében, már csak a nagyságrendje miatt sem, illetve, ahogy mondom, a lepusztított tevékenysége a megyei önkormányzat, nem tesz lehetővé, erre nagy vitát folytassunk. Kiadási oldalon ugyanakkor a főösszeggel készült a büdzsé, így hiánnyal nem számolnak. A kiadások között a legnagyobb értékkel a működési kiadás szerepel, csak nem 3,1 milliárd forinttal. A felhalmozási kiadás 668 millió forint, míg a finanszírozási kiadások nem 350 millió forint. Lipők Sándor frakcióvezető, a testület pénzügyi bizottságának elnöke azt mondta, a közgyűlésen ugyan nem, de a bizottságban részletesen megtárgyalták a tervezetet. A testület igen, a közgyűlés, de hát azért bizottságülésen mi átveséztük, bizottsági elnök is vagyok, úgyhogy mi átveséztük ezt a közgyűlést a bizottságülésen, megvitattuk és elfogadásra javasoltuk. A testület elnöke, Szták Oszkár azt mondta, azért nem lepte meg, hogy nem volt vita, mert már évtizedek óta szabályozott és rendezett az önkormányzat gazdálkodása. Pályázati bevételekből, állami normatívából, saját bevételekből ezek a források rendelkezésünkre állnak. Viszonylag nagynak tűnik a megyei önkormányzat költségvetése, viszont ebben pályázati pénzek is vannak. Amivel mi a feladatainkhoz gazdálkodunk, az ilyen 100 millió forint. Ennek az előkészítése történt, mert most is a közgyűlés általi elfogadása valóban vita nélkül. A testület a költségvetés mellett több megyei társaság, így a Kölcsei Televíziót működtető non-profit Kft. 2023-as pénzügyi, gazdasági tervét is jóvá hagyta.